kezőkoromban azt mondta nekem az egyik beteg, hogy többet ér hogyha kedvesen szólnak, mint hogyha idatnak egy marék gyógyszert nekem. És ez úgy eszembe van mindig. Amikor az onkológián láttam, hogy a betegek kint beszélgetnek, és többre vágytak ezeknél a várótermi találkozásoknál. Tehát olyan alkalmakra vágytak, ahol sorsásaik társaságában, közösségben lehetnek, ahol, ahol nem kell elmondani, hogy milyen sokat jelent egy, egy kedves szó, egy baráti ölelés azoktól az emberektől, akik pontosan tudják, hogy mit jelent szembesülni és harcolni azzal a betegséggel, amely nem csak a testet, de a lelket is megviseli. És végül is így kezdtem el az Egyesület szervezését, láttam, hogy van rá igény, és 2005-ben a Rákbetegek Országos Szervezetének kötelékébe alakultunk. Ugye 54 fővel kezdtük meg a működésünket. Már a közel 80-an vagyunk, de amikor a létszámról beszélek, akkor az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Sír azért, mert ugye elkeserítő, hogy, hogy mennyire emelkedik a rosszindulatú daganatos megbetegedéseknek a száma. A nevet azért, mert vannak ilyen civil szervezetek, akik segítenek a betegség feldolgozásában, a gyógyulásban, a rehabilitációban. Emlékszem, amikor megalakultunk, az egyik tagunk így fogalmazta meg, hogy mi megmutatjuk, hogy meg lehet, sőt, meg kell gyógyulni. És ez, ez a mai napig úgy visszacseng a fülem vagy igen, megmutatjuk. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Color Podcast legújabb adását látják. Kazinc -Borszikán számos civil szervezet működik, amelyek segítik, támogatják az itt élőket különböző területeken. Az egyik a Teljes Életért Egyesület, amely 19 éve a daganatos betegeket segíti. Vezetőjük Tokai Edit, akinek életéről, munkásságáról és szolgálatáról beszélgetünk mai műsorunkban. Köszöntöm itt a Color Podcast stúdiójában Tokai Editet, szervusz, jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit. Csak hogy a nézők is tudják, tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben, mert egy picikét közvetlen, és egyébként is megtiszteltél, azzal, hogy megengedted, hogy tegeződjünk még korábban, úgyhogy maradunk a mostani beszélgetésnél is ennél a felállásnál. Én azt gondolom, hogy az, aki az egészségügyben kezd el dolgozni, az, az ahogy mondtam is, az mindig egy szolgálat, mert hogy segítik a betegeket minden elesett pillanatban. Te tulajdonképpen ezt a hivatást választottad magadnak, de miért választottad ezt a pályát? A beteg emberek, az elesett betegek, a rászorulók mindig is fontos szerepet játszottak az életemben, hogy segítséget nyújtsak nekik. És ezért szerettem az egészségügybe dolgozni, hiszen 44 éve vagyok a kórházban. Sebészeten kezdtem, majd az intenzív részlegen, és végül is 34 éve az onkológiai gondozóban folytattam a munkámat. Volt-e valami olyan családi háttér, ami esetleg terel téged merre a pályára gyerekkorodban? Családi háttér különösen nem volt, múcsonyban nőttem fel, ott töltöttem a gyermekkoromat a családdal, szüleimmel és bátyámmal. A 88 éves édesanyámhoz mindig nagy örömmel megyek, és látogatom, segítem őt. Később az egészségügyi szakközépiskolát, akkor még egészségügyi és a vonai szakközépiskola volt, 76-ban mi voltunk az első osztály. Ott végeztem, és a kórházi gyakorlatok során tetszett meg a sebészet, így kerültem a sebészetre. Elvégeztem az onkológiai szakondozónyi képesítést, illetve a felnőtt szakápolói képesítést. De azért, hogy minél magasabb szinten tudjak segíteni a betegeknek számos konferencián, onkológiai jellegű ö, értekezleteken, továbbképzéseken vettem részt. Amikor az Egyesületem pedig alakult, akkor pszichonkológiai továbbképzéseken is részt vettem. Sőt, a konferenciákon nem csak részt vettem, hanem tartottam is előadást a civil szervezetek jelentősége a daganatos betegek gyógyulásában címmel. Úgyhogy igyekeztem mindig a betegeket napra készen tájékoztatni, hogy magasabb szinten tudjak nekik segíteni, úgyhogy mindig továbbképzéseken vettem részt. Miután te elég sokáig benne voltál az egészségügyi ellátásban, milyennek láttad ezt a hivatást, ezt a pályát? Mi az, ami szükségeltetik ahhoz, hogy valakiből mondjuk jó ápolónő vagy asszisztens legyen? Nagyfokú empátia. A betegekkel való közvetlen kapcsolat hogy megérteni a betegeket. Ilyenkor eszembe jut egy kezőkoromba, azt mondta nekem az egyik beteg, hogy többet ér nővérke, hogyha kedvesen szólnak, mint hogyha idatnak egy marék gyógyszert nekem. És ez úgy eszembe van mindig. Az iskolában is kaptál esetleg olyan útmutatást, vagy olyan terelgetést, ami aztán alakított téged abban, hogy jó szakember váljon belőled? Az iskolában nagyon jó oktatóim voltak, nagyon szerettem, tehát már ott elkezdődött. De tulajdonképpen a civil szervezeti életem akkor kezdődött, illetve amikor az onkológián láttam, hogy a betegek kint beszélgetnek, és többre vágytak ezeknél a várótermi találkozásoknál. Tehát olyan alkalmakra vágytak, ahol sorsásaik társaságában, közösségben gében lehetnek, ahol, ahol nem kell elmondani, hogy milyen sokat jelent egy, egy kedves szó, egy baráti ölelés azoktól az emberektől, akik pontosan tudják, hogy mit jelent szembesülni és harcolni azzal a betegséggel, amely nem csak a tested, de a lelket is megviseli. És végül is így kezdtem el az Egyesület szervezését, láttam, hogy van rá igény, és 2005-ben a Rákbetegek Országos Szervezetének kötelékébe alakultunk. És egyesület három évre lettünk, mivel akkor még nem tudtuk felmérni azt, hogy, hogy milyen szükség lesz rá. De láttuk, hogy igen, nagyon nagy szükség van, és így lettünk egyesület. Tehát akkor tulajdonképpen te nem azért kezdted el ezt az egyesületet, mert neked volt valami problémát, hanem azért, mert szakemberként azt láttad ott a betegeken, hogy nekik van többre szükségük, mint a puszta egészségügyi ellátásra így van, így van a betegeket. volt nekem is egészségügyi problémám és ideig egy évig ö, nem dolgoztam és akkor úgy elgondolkodtam, hogy ha én meggyógyulok, én, én még többet szeretnék tenni a betegekért. És akkor nézzük azt, hogy hogyan is alakult ez a szervezet, mert azért 19 évvel ezelőtt nem bővelkedett még az ország sem e, ilyen egyesületekben, te pedig mégis azt gondoltad, hogy belevágsz a közepébe, és egyből csinálsz egy ilyet a kaszincborcikaiak számára, illetve a környéken élők számára. Ez így van, nem volt még akkor ilyen civil szervezet, és én 92 ben végeztem az onkológiai szakképesítést, akkor szereztem Budapesten. És az akkori kórházigazgató, a Délpesi Kórházban voltam, meghívott, hogy menjek, nézem meg. Pont van ilyen civil szervezet, nézem meg, egy önsegítő csoport emlőműtöttekből. És én akkor elmentem, és, és hazaérve Belevágtam a szervezésbe. Persze nem volt könnyű, hiszen 19 évvel ezelőtt nem mindenki vállalta fel azt, hogy daganatos beteg. Akkor még titkolták ezt? Eltitkolva, az így van. Sőt, a, sokan a családtagok előtt is eltitkolva élték, élték meg betegségüket. De később, most már példát mutatva segítenek saját példájukon, hogy milyen nagy erőt és, és, lelki támaszt jelent, hogy például látják a 19-20 éve műtött beteg, hogy nézd, itt vagyok, és, és biztos támaszt jelent nekik. Tehát ez nagyon sokat jelent. Hát én emlékszem, az alakulásunkkor tíz főtől lehetett létrehozni a klubot. És a Rákbetegek Országos Szervezetének elnök asszonya jött el a Miskolci Klub, és az akkori kórházigazgatónk, dr. Tencsényi Erzsébet nagyon sokat segített, báváskodott felettünk, és nagyon szerette volna minden segítséget megadni, csak szervezek egy ilyen csoportot. Hát úgy belegondoltam, nem kis munka volt ezt megszervezni, és aggódva léptünk be a tanásterem ajtaján, hogy vajon hányan fogadták el meghívásunkat, mert ugye akkor még nem tudtuk, hogy hanyan leszek, és tíz főtől alakulhattunk, 54-en voltunk, és elnökasszony csak nézte, hogy ilyen sokan vannak. Hát majdnem megtelt a tanács. Terem. És csak spontán meghirdetétek, hogy igen. létrejön egy ilyen szervezet, és aki kedvet éret, érez hozzá, az menjen oda is. Több igen. mint 50 ember ment el. Így van, és beszélgettem is a betegekkel, ugye, akik jöttek, megkérdeztem én azért, úgy tájékozódtam, hogy eljönnének-e és Igen, örömmel vette mindenki, és akivel beszéltem, örömmel jöttek. Ugye 54 fővel kezdtük meg a működésünket. Már a közel 80-an vagyunk, de amikor a létszámról beszélek, akkor az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Sír azért, mert ugye elkeserítő, hogy hogy mennyire emelkedik a rosszindulatú daganatos megbetegedéseknek a száma. De Nevet azért, mert vannak ilyen civil szervezetek, akik segítenek a betegség feldolgozásában, a gyógyulásban, a rehabilitációban hiszen ez a kis közösség, ami összetartja ezeket a betegeket, ez a, a kölcsönös egymásra való odafigyelés, a szeretet, a vidámság, mert tartunk minden évben születésnapot. A kezdetek kezdetén, amikor Budapestről jöttek támogatók, ilyenkor meghívjuk, több mint százan vagyunk, és meghívjuk a támogatókat is. És akkor elmondta a hogy ő olyan félbe jött ebbe a csoportba, hogy egész úton Budapestről azon gondolkodott, hogy ő mit fog mondani a sok embernek, hogy, hogy hogy fogják fogadni, és, és olyan feszélyezve érzi majd magát, és akkor, amikor eljött az a vendégszeretet, és a mosolygó, azt mondja, hogy mosolygó arcokat látok. Igen, a mi szervezetünk nem arról szól, hogy, hogy folyamatosan a betegséggel szembesítsük a betegeinket hanem megpróbálunk nekik segítséget nyújtani a szakmai előadásokkal, programokkal, életmódbeli táplálkozási tanácsokkal látjuk el. Tehát mindig megbeszéljük, hogy mire lenne szükségük, milyen előadót hívjak meg. Ezek mellett, amit nagyon-nagyon szeretnek, a rehabilitációs, életminőséget javító és a kulturális programok. Hát nagyon-nagyon sok programot szerveztünk az elmúlt 19 évben, ahova örömmel jönnek, mert ilyenkor beszélgetnek, kibeszélhetik a gyógyulásuk, az orvosi vizsgálataik eredményét. Együtt vannak, előadások vannak, vizitorna, gyógytornak, kezelések. Úgyhogy nagyon sok programot szerveztünk. Ugye volt egy hetes Balaton-Lellén voltunk tavaly, alsó több alkalommal mégis ami a legemlékezetesebb és, és a legjobban szeretik Bakony szűcsöt. Ez egy csodálatos kis falu a Bakony és lehetőségünk van egy hetet eltölteni egy rehabilitációs cikluson keresztül. Délelőtt, délután előadók vannak, kézműves terápia, pszichoterápia, zene, délután pedig különböző szabadidős programokat szerveznek, és ami a legfontosabb, egyedülálló az országban, hogy mindezt térítésmentesen vehetik igénybe tagjaink. Korosztály tekintve, az elmúlt 19 év alapján kik azok, akik voltak már az Egyesületnek a tagjai, vagy ellátogattak a különböző programokra? Korosztály tekintve inkább az idősebb korosztály, tehát 60-tól de volt 90 éves tagunk is, aki örömmel jött még bakoly Szűcsre is. De persze egyre fiatalabb korosztályt érint ez a megbetegedés. Főleg az emlődaganatost, egyre több az 50 év alatti megbetegedett. És fiatalabbak is vannak, de kevesebb. Hisz a fiatalok visszállnak a munkába, ahogy tudnak. És kevesebb Viszont férfi tagjaink is lettek, emlődaganatos csoportként indultunk, de olyan sokan megtalálnak minket, és szeretnének csatlakozni hozzánk, és. és mindenkit örömmel szívesen fogadunk. úgyhogy nyitottunk, és nem csak az emlődaganatos betegeknek segítünk, hanem más jellegű daganatos megbetegedéseknek. Sőt, nem csak a daganatos betegeknek segítünk, hanem a hozzátartozóknak is. Hisz a programjainkra nagyon nagy szeretettel várjuk a hozzátartozókat is. És a szervezetünk nem csak a betegeknek segít. Nagyon sok felvilágosító előadást tartottunk iskolákban, munkahelyeken, ahol felhívtuk a szűrővizsgálatok fontosságára a figyelmét. Tehát Budapestről kaptunk egy emlőmulást, ez egy szilikonos mulás, ahol ki lehet tapintani az emlőben lévő elváltozásokat. És mi ezekkel jártuk az iskolákat, munkahelyeket, ahová hívtak, és előadást tartatunk. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra hiszen az idejében felfedezett daganatos betegségek sokkal nagyobb hatással gyógyíthatók, tehát jobbak a gyógyulás kilátásai. És ugye persze itt nem csak a daganatos betegre gondolok a szűrővizsgálatoknál, nem csak az emlődaganatosokra, hanem a férfiaknál a prostata daganat, vagy a nőgyógyászati szűrővizsgálatok. Erre is felhívjuk a figyelmet, mert nagyon fontos. Említetted majd, minél beszélgetünk egy picikét a statisztikákról, és már most már az kell, hogy következzen, hogy megtudjuk, hogy mennyire rossz a helyzet, de bevezetőként említetted még a beszélgetésünk elején, hogy a, vannak olyan betegek, vagy, vagy olyan tagok, akik egyébként meg a kezdettől ott vannak, vagyis ez azt jelenti, hogy a rák az túlélhető. Így van, így van. Én nagyon örültem, hogy meg örülök annak, hogy az alapító tagok közül többen is jelen vannak. Tavaly októberben 33 éves volt a Rákbetegek Országos Szervezete, és elnök úr meghívott minket, egy kis busszal elmentünk, és külön emléklapot kaptak az alapító tagok. És én nagyon büszke voltam, mert az országban mi voltunk a legtöbben, pedig, ha belegondolunk, 19 éves a szervezetünk. Tehát már akkor sem voltak olyan nagyon fiatalok, amikor elkezdtek hozzánk járni. És igen, az emlőrák egy olyan daganat, ami nagyon jó eséllyel gyógyítható, ha időben van felfedezve. Persze nagyon fontos, amit mindig felhívom a tagjaink figyelmét, hogy rendszeresen járjanak utógondozásra. Tehát mindig menjenek el, mert ugye azt mondjuk, hogy öt év panasz és tünetmentesség után gyógyultnak tekintik a daganatos beteget. Nem így van. Sok betegünknek, akinek mind a két mellét is el kellett távolítani sajnos, tehát utána is kiújulhatnak 15 húsz év után is, tehát mindig inkább menjenek el tízszer, úgy nevezett feleslegesen, nem feleslegesen, tehát hogy nem találnak semmi elváltozást, mint hogy egyszer kihagyjanak egy vizsgálatot, és akkor nagyobb gond legyen. Mit mutat egyébként a statisztika általánosságban a ránkbetegségről? Évente 75 ezer új beteget regisztrálnak, daganatos beteget. Minden nyolcadik hölgyet érint az emlődaganat, tehát ez, ez, nagyon nagy szám. És a halál, halál okok között is a szív- és érrendszeri megbetegedések után a daganatos megbetegedések vezetnek. Emelkedett a nőknél a tüdődaganatos megbetegedések száma. A vastag Úgyhogy nagyon fontos a szűrővizsgálatokon való részvétel. Ugyanakkor azt is említetted, hogy azért fejlődött már annyit a, a gyógyítás az elmúlt évtizedekben, hogy az, akinél mondjuk felfedeznek egy daganatos betegséget, sokkal jobb eséllyel élheti túl, és élhet utána teljes életet. Ez hogyan alakult az elmúlt években, évtizedekben? Ez így van, de ez azt hiszem, hogy nagyon sokat segítenek ezek a rák ellenes szervezetek ebben, hogy segítenek a betegség feldolgozásában, hisz a rákbetegek országos szervezetének is közel 60 klubja van országosan. Én ugye az elnökségi munkájába 16 éve veszek részt az Észak-Magyarországi régión belül, tehát látom azt, hogy, hogy hogy alakulnak a többi szervezetbe is, hogy mennyi sokat segítenek a programjaikkal, az előadásaikkal, a daganatos betegeknek. És ti egy ugyanilyen szervezet vagytok, akik próbáltok segíteni. Hogyan alakul a ti körzetetek? Tehát ki az, aki hozzátok fordulhat, vagy hol kereshetiteket? Engem bármikor telefonon el lehet érni, Ha nem is tudok, mindenkit visszahívok. Viszont 15 környékbéli település betegét fogom össze a programjainkkal tehát széles. Vannak Budapestről tagok, mert ugye nagyon sok program van, ami Budapesten hívnak minket Budapeste, és külön busszal mi szoktunk menni, és ott csatlakoznak hozzánk. De például Miskolci tagunk is van több, holott Miskolcon is van ugyanilyen emlőszervezet, betegeket segítő szervezet, de ők hozzánk jönnek, Hát, nem kérdezted nem. még meg tőlük, hogy mi az oka annak, hogy mondjuk pont egy miskolci szervezet, hogyha van, akkor miért nem oda mennek, mikor sokkal közelebb lenne, mint az, hogy eljönnek az inzbarcikára? Kérdeztem, mert itt annyira jól érzik magukat ebbe a közösségbe, hogy, hogy inkább ide jönnek. És a Budapestra felszoktunk menni például a rózsaszín lánchidi séta. A, az egészség hídja, merre egyesületnek tagja vagyunk, és tavaly októberben a Marriott Hotelba hívták betegeinket, sorsásainkat, és egy külön busszal mentünk. Hát ez, ez, olyan csodálatos emlék a tagjainknak, hisz ott délután előadások voltak, interaktív, tehát lehetett kérdezni az új terápiás lehetőségekről, felvilágosító előadások voltak, és este pedig a kivilágított, gyönyörűen kivilágított rózsaszín lánchiddon, a, az a hömpölygő tömeg, utcazenészekkel, táncosokkal, a sok mosolygó, vidám emberekkel. Tehát ez egy, egy örök emlék marad. De juthattak tagjaink Strasbourgba is. Egy felejthetetlen élmény volt az Európa Parlamenti Látogatásunk. Mága Zoltán új évi koncertje. A művész úr az irodájában fogadott, és 65 tiszteletjét kapott a szervezetünk. Tehát ezek olyan szép emlékek. Tehát e beszélgettünk a múltkor, hogy mennyi helyen jártunk a 19 év alatt, és mennyi programot szerveztünk a Remény Bárja, a Remény Napja, Hát valami csodálatos volt ez a három napos rendezvényünk. Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor megszerveztük a Remény napját. Több mint 600 fővel felvilágosító előadások voltak, rózsaszín figyelemfelkeltő séta, gyerekeknek rajzpályázat, tehát az egész napos program nagyon több helyszínen játszódott, és mindenki megtalálta az igényének megfelelőt. És ekkor tartotta a Rákbetegek Országos Szervezete a háromnapos éves vezetőképzőjét, ami azt jelenti, hogy az ország 32 városából jöttek vezetők, és három napig mi láttuk vendégülőket, itt voltak programokat szerveztünk, és annyira jól érezték magukat, nagyon tetszett a városunk, ugye elvittük őket, a nevezetességeinket megmutattuk nekik, valamint a környéken is és azt mondták, hogy nem hitték volna, hogy, hogy ilyen gyönyörű kazinszbarcika, a terek, a, a szobrok, a szökőkutak, a falak nagyon-nagyon örülnek, sőt, mi több, azóta elég ugye gyakran találkozunk Budapesten, és ha találkozunk, mindig emlegetik olyan örömmel, büsz, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy mennyire jól érezték magukat a méltóság programunk. Csatlakoztunk a Magyar Hospice Alapítványhoz, és éveken keresztül a parkjainkba elültettük összel a nárcisz hagymákat, és a kivirágzott nárciszokkal megleptük a beteg, betegembereket, beteg illetve az otthonokban élő időseket, magányos betegeket. Ezzel is felhívtuk a figyelmet a betegemberekkel emberekkel való törődésre, az emberi méltóságra. Ez nagyon szép programunk volt, de voltak tagjaink Amsterdamba, Milánóba, Európa Donna napon, sőt, mi is szerveztünk Európa Donna napot ö, ilyen ö, a merák ellenes küzdelem jegyében. Aztán még apró dolgok ugyan, de, de nagyon szeretik a, a sorsásak. Mindig megünnepeljük a kerek születésnaposainkat. Énekkel, versel, és ilyenkor nagyon örülnek. Meghittek a karácsonyi rendezvényeink. Ugye a születésnapi rendezvényeink, az fel felszabadultabb, ebéddel, vacsorával, műsorral, kis zenével, tánccal. Tehát nagyon-nagyon jól érzik magukat a tagjaink. Annyi mindent mesélsz most, hogy, hogy nehéz elképzelni azt, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni. Hogy tudod ezt így koordinálni? Úgy, hogy a szeretet vezeti az egész életemet. Szeretek az emberekkel foglalkozni, szeretem a beteg ember, szeretek rajtuk segíteni a rászorulókon. Mellett imádom az unokáimat, csak ők távol vannak egy kicsit, úgyhogy ők Veres egyházon, illetve Budafokon laknak, tehát amikor tudom, meglátogatom őket, meglátogatjuk őket, de messze vannak. De mindenre. Azt mondják, hogy az embernek arra jut ideje, amit szeretne. Sokszor van, amikor már úgy érzem, hogy, hogy már sok, már túlvállaltam magam, és akkor jön, jön valami ö, pozitív élmény, valami, ami megint úgy feldob, és akkor akkor megint hozzákezdek szervezni. Most például a rehabilitációs programokra csak visszatérve jutott eszembe, hogy 80 tagom jelentkezett, három napra Hajdúszoboszlóra megyünk a barátsághortába Tava is voltunk. Évekig jártunk hajdúnálnásra, először két napra, aztán három napra, egyre többen lettünk, külön busszal mentünk, és most 80 tag, ahová 95-en jelentkeztek, mert ugye a hozzátartozók is jöhetnek az ilyen programjelenőinkre, hát még, hogy hogy oldom meg, azt nem tudom, de <laughs> igyekszem. Hogyha jön <vagyunk> valami segítség <laughs> igen, és ötleg, akkor... Igen. akkor egy ilyen örök, örök mozgó vagy, ugye? Hogy nem bírsz nagyon nyugton ülni, hanem mindig valamit csinálni kell, és ha marad egy gondolatnyi időd, akkor rögtön kitalálsz valami újat. Ez így van. Ez vagy kell. És nagyon szeretek szervezni, és ezt tudják a betegeim is, és, és az a szeretet, amit kapok tőlük, ez olyan kölcsönös és az, az mindig úgy segít, hogyha ha, úgy érzem, hogy egy kicsit, ugye az én egészségi állapotomban is voltak az utóbbi időben gondok, és annyira sokat segített a szeretetük. Van valami olyan történet, a, mondjuk az elmúlt 19 évből, amire nagyon szívesen emlékszel vissza, vagy úgy érzed, hogy, hogy azzal, hogy jelen volt a szervezeted, azzal tudtál, vagy tudtatok segíteni valakinek átlendülni mondjuk a holt ponton? Nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, amire szívesen emlékszünk, és, és Például nagyon nagy öröm, amikor a betegek. Meglátogatjuk. Tehát mi meglátogatjuk a betegeket. Oda figyelünk egymásra. Ha, más nem, ha nem tudunk menni telefonon, felhívjuk is. A betegek is egymásnak. Szinte olyanok lettünk, mint egy nagy család. Közös programokat szerveznek, nem csak a, klubban, a napon, hanem utána otthon is. Tehát elmennek egymás, például Lagzikba. Tehát tartják a kapcsolatot a klubnapokon kívül is. Igen, emlékszem, amikor megalakultunk, az egyik tagunk így fogalmazta meg, hogy mi megmutatjuk, hogy meg lehet, sőt, meg kell gyógyulni. És ez, ez a mai napig úgy visszacseng a fülem, hogy igen, megmutatjuk. Ez lehet a motótok is akár. Igen, és még Nancy Brinkertől van egy nagyon kedves idézet, amit, amit nagyon szeretek. Remény és bizalom elő, elő, előre tekinteni, öröm és büszkeség visszatekinteni. De van még egy nagyon kedves idézetem, hogy mert az életben nincsenek garanciák, csak lehetőségek vannak, és a lehetőségekkel élni kell. Gyógyulásod legfontosabb feltétele te vagy. És ahogy a lehetőségekről beszéltél, az jutott az eszembe, hogy... Több mint 40 éve Kazéncbarcikán élsz. hogy hogy Múcsonyban születtél, de már évtizedek óta itt élsz. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy neked Kazéncbarcika a városod. Igen. És én pedig azt gondolom Kazéncbarcikáról, hogy ez is a lehetőségek városa hogy neked, neked a lokálpatriotizmusod az Egyesületen túl is tetten érhető, hiszen mindenhol ott vagy, és igyeksz el mindenben részt venni, meg segíteni, és nyilván neked is megkérdőjelezhetetlen a város szereteted. Ez így van. El nem tudnám képzelni az életemet máshol. Csak itt Kazinc Barcikán, hisz itt kimegyek a, a járdára, vagy az utcára, Mindenki ismer, mosolyogva üdvözöljük egymást, vannak közös témáink, tehát én, én nagyon szeretek itt élni. Itt jártak a gyermekeim iskolába, itt jártak gimnáziumba, hatosztályosba, igaz, hogy utána elkerültek, de mindig olyan örömmel jönnek, ha haza, és azt mondják, hogy haza, hát az unokáim pedig, ha eljönnek, a játszótereket végig kell járni. Egy csodálatos játszótereink vannak, és, és Végigjegyek. A játszóterekre visszatérve, tegnap előtt volt éppen, Miskolci rokonok jöttek ide Kazinsz borcikára, két autóval, kisgyerekkel, Szirmabesenyőről és Miskolcról. És úgy csodálkoztunk a kasztellóba, fagyiztunk, hogy hogy hát eljött. A játszóterekre jöttek. És ide jönnek Miskolcról, Szirmabesenyőről, a játszótereinkre. És erre olyan büszke vagyok és boldog. És a te unokáid is előszereteten használják a játszótereket? Így van. Így van, nagyon szeretnek menni, és akkor körbe kell járni a játszótereket. Nem egyet, hanem körbe járjuk. Nagyon szeretik. Mik azok a tervek, amik az Egyesülettel kapcsolatban a te fejedben benne vannak? Mondjuk nézzük csak a közeljövőt. Mindig vannak terveim, elképzeléseim, gondolataim, mindig újítok valamit. Bármi program van, én akár Pesten, ugye busszal mindig többen vagyunk. Sőt, mi több, most már ott tartunk, hogy egy külön busz kevés, ha jelentkeznek a programokra. De mindig, mindig vannak. Bakony szücsre kaptunk időpontot, mert ugye meg kell pályázni időpontot júliusban de május végén ugye Hajdúszoboszlóra megyünk, valamint szeptemberben Balaton lelére, ezt a Rákbetegek Országos Szervezetének elnöke, dr. Szabó János szervezi ezt a Balaton lelei tábort. Ez is rehabilitációs programokkal, egy kicsit feltölt lelkileg is. És sokszor vannak úgy a tagjaim, hogy most Edith, ne hívjunk vendégeket, csak legyünk együtt és beszélgessünk, ne hívjunk előadókat, csak legyünk együtt. Persze én ezt figyelembe veszem, és akkor mindig olyat szervezek, együtt beszéljük meg a programjainkat egyébként, amire igényük van, mindig mindent közösen megbeszélünk, és azt hiszem ezért is megy ilyen jól ez a szervezet, mert közösen döntünk mindenbe. És nekem mik a személyes terveid a jövőre vonatkozóan? az Egyesületen mindent megteszek értük, és szeretnék min minél tovább az Egyesületembe dolgozni. Szeretnék még többet lenni az unokáimmal, és nagyon, nagyon aranyosak, csodálatos kis unokák. Három fiú és egy kislány. Hát akkor reméljük, hogy erre lesz még sok-sok idő, hogy minél több időt tölts velük, és abban is bízunk, hogy esetleg ők jönnek majd minél többször Kazincz-Barcikára, hogy élvezhessék azt az infrastruktúrát és azokat a körülményeket, amiket a város biztosít nekik. Én Tokai Editnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba is, hogy mindenről beszélgetünk. A munkáthoz nagyon sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt a Color Podcast új műsorral, legközelebb egy hét múlva, szerdán este 6 órakor várjuk Önöket ismét, tartsanak velünk akkor is. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!